Akkor Jomla 1-5-öt akarunk migrálni, először 2-5-re. Van egy iUpgrade nevű komponens. Ebből a 2-5-2 talán a legújabb, vagy valamennyire új. Megnyitjuk, feltelepítjük. Itt most nem telepítem fel, mert már ezt megtettem. A komponensekben megtalálható. Mielőtt azonban használnánk, ezt a Mutools nevű plugint be kell kapcsolni. Rákattintunk, itt vagyunk a beépülő modul kezelőbe, szűrőbe beírjuk az első karaktereket, láthatjuk ezt az upgrade plugint, engedélyezzük, és visszajövünk a iUpgrade komponensre, és akkor már megjelenik a művelet indítása. Tulajdonképpen, ha minden igaz, akkor ennyit kell tegyünk, hogy rákattintunk. És ha minden jól történik, akkor a rendszer szépen végigfut. Ugye létrehoz a gyökérkönyvtárban egy J-Upgrade nevű mappát, abba betelepíti a Jomla 2.5-öt. Igen, most installálja Jomla 2.5-öt, most migrálja a rendszer a tartalmakat, szépen megvárjuk, amíg végigfut. Jó, másolja a képeket, a médiafájlokat. És kész van. És innentől kezdve ugye megtekinthetjük a webes felületet. Megnyitom új oldalon. Tehát lehet látni, hogy a domain név per jupgrade mappában van az új felület. Egy alap sablon beállítással. Tehát itt értelemszerűen a sablonokat majd teljesen be kell állítani. És ugyanígy az admin felület is. Ugyanazzal a felhasználó névjelszó párossal be lehet lépni. Ez a 2.5.6-os verzió, amire át tudtunk állni. De ugye itt most az első lépésünk, hogy Jomla 2.5.28-ra kell frissítenünk. Ezt installáljuk. És amint tudjuk, a Jomla 2.5-ös sorozat fejlesztése a 2.5.28-as verziónál véget ért. Tehát ez megvan. És innentől kezdve ahhoz, hogy 3-asra át tudjunk térni, ahhoz a telepítőben egy olyan csomagfájt kell elindítanunk, ami Jomla első menetben egy 3.0.1-es változatra fog migrálni. Nézzük meg, hogy mi történik. És ha ez sikeres lesz, akkor innen már a további verziókra frissíteni tudjuk majd a rendszert. Itt most várunk, amíg feltölti, ez nyilván egy nagyobb állomány. És mindjárt megnézzük, hogy sikeres lesz-e. Hopp. Aha. PHP 5.3 kellene ennek a verziónak legalább. Egy pillanat türelem.
Elmegyünk a C-panelre. Igen. Ez a családiskola. P-verzió. Átállítjuk, hát akkor már nézzük meg a 5.6-ot. Persze itt érdemes leellenőrizni, hogy az alaphonlap az fog-e működni ebbe a verzióba. De ami a lényeg, hogy a migráció most megtörtént 3.0.1 verzióra. Eddig ez jó. És innentől kezdve megnézzük, hogy tudunk-e update verziókat. Igen, itt lehet látni, hogy innen első lépésbe Joomla 3.2.7-re tudunk frissíteni. Türelmesen várunk, várunk, várunk. Oké, 3.2.7-es változatunk van. És innen már tudunk 3.6-ra frissíteni. Nagyon jó. És ha minden jól megy, akkor a 3.6-ból pedig 3.6.2-re fogunk tudni frissíteni. Még ez frissül. Megnézzük, hogy talán elérhető. Itt lesz némi karakterkódolási probléma, de nem, csak először tudtam, hogy rendben. Belépünk. Takarítjuk a cache-t, és 3.6.2 a jelenleg legfrissebb változat, erre is frissítünk. És így az adott doménnév per jupgrade mappán belüli verziót tudunk fejleszteni, és amikor ez a fejlesztés készen van, akkor majd ezt a változatot bemásoljuk a gyökérkönyvtárba, adatbázissal összelőjük a rendszert, és utána minden jó lesz. Jó. És a legfrissebb változatunk. Itt van közben a adott beépülőket is frissítjük. Bár minden migrálás ennyire gyorsan és egyszerűen menne, mint ahogy ez is történt,
Ez most összesen 10 perc volt.